Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Pászkán Zsolt, Románia szakértő, a KKI munkatársa, nekik is dolgozik. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na, mi újság a szomszédban? Hogy állunk például a vakcinákkal? Hát Románia meglehetősen rosszul, talán még a 30%-ot sem érte az átoltottság. Gyakorlatilag jól indultak, de aztán eltolták, hogy ne fogalmazzak túl bonyolultan. Több oka is volt, egyrészt az, hogy a kezdeti fázisban nem volt elég oltóanyag. A Románia nem fogadott el keleti, tehát kínai és orosz oltóanyagot. Azt a stratégiát használta, hogy belesimul a brüsszeli elvárásokba és kivárja a sorát. Ezzel viszont nagy lépés hátrányba került, ez látszott is, és látszik most is, tehát a beadott vakcinák számok között, Magyarország és Románia között 1 millió van. Ez nagyjából ezt tükrözi. És ahogy telt az idő, és nem nőttek a számok, mert nem volt mivel, közeledett a nyitás, a kötelező nyitás. Lehet itt mondani, hogy hát igen, az egészségügyi helyzet megengedte, én azt azért megfordítanám, az egészségügyi helyzetet olyanná kellett alakítani, hogy megengedje, Romániában főleg. Ezért aztán, amikor bejelentették meglehetősen hamar, még azt hiszem a magyar kormány előtt bejelentették, hogy kész, hát most már nyitni fognak, az a halovány oltási szándék is eltűnt. És attól a pillanattól kezdve gyakorlatilag töredékére zuhant az oltási hajlandóság. Tehát már mindenki úgy érezte, hogy hát ha itt nyitás van, akkor nem lehet olyan nagy a veszély, tehát akkor minek oltassam. És sokat számított az is, még annyit hozzátennék, hogy ott az oltás ellenességnek erős politikai egyházi háttere is volt. Most nem azt mondom, az ortodox egyház megoszlott ebben a kérdésben, a nyugatosabb, vagy legalábbis a hatalommal jó viszonyban lévő ortodox egyházvezetők, hát ha nem is buzdítottak oltásra, de nem buzdítottak ellene, de voltak olyan vezetők, például Teodoszijev, a konstancai püspök, aki már a lezárások időszakában is rendkívül negatív módon állt hozzá, kilógott a sorból, nyilatkozatban is, tettekben is, és ő aztán az oltás esetében is meglehetősen határozottan ellene volt, és ez csak a csúcs. Az alsó papság esetében, ahol a politikai ortodoxia vagy más néven ortodox aktivizmus sokkal erősebb, mint ami a felszínen látszik, ott ez még hatványozottabb volt. Mi a helyzet a szomszédos Moldáviában? Miért hittem én azt, hogy Románia majd segítségére lesz Moldáviának az oltásokkal? Hát segített is, adott is, ami nekik nem kellett, az AstraZeneca-t, azt átpasszolták Moldovának barát, testvéri segítségként, tehát volt ebben egy ilyen szál is, egészségügyi anyagot is adott. A probléma az, hogy mondom, az elején nem volt mit. Aztán az AstraZeneca-val kapcsolatos, hát elnézést, hogy ki kell mondanom, de hát ez erről van szó. Tehát ezzel az oltóanyaggal kapcsolatos médiahisztéria, mert azért ebben nagyfokú médiahisztéria is volt. Ez, tehát a tények nem a valóságot hát tükrözték. Mondjuk úgy, hogy bizonyos dolgokat bárhogy fel lehet, így a szóda is káros. Világos. Tehát arra is ki lehet mutatni, hogy bele lehet halni a szódába. Igen, a 20 kilót megeszik, vagy mit tudom. Én azért bátlanul szódát iszom, igen. Ja, igen. Tehát, de most ezen túllépve ez egy marketing háború az oltóanyagok között, de ezek a hírek még hatványozottabban megjelentek ott. És
akik amúgy sem voltak, vagy nem volt lehetőségük, vagy nem volt lehetőségük választani, még akkor azok is azt mondták, hogy ezzel inkább nem. Ezzel aztán ez az adomány, hát el kell szerintem, tehát azért akadnak ott is, akik beoltatják magukat, de ez... Mi történik náluk? Hamarosan, ha jól tudom, választások következnek. Igen, lassan egy hónap múlva, hát már hanyadika van, 15. Akkor kevesebb, mint egy hónap múlva, július 11-én előrehozott választás lesznek. Ez egy előrehozott választás. Maya Sandu elnök kényszerítette ki gyakorlatilag. Nem túl tisztességes. Mit remélő ebből? Hát az, hogy a pártja a PAS betűszavú, mi is, igazság és szabadság, vagy igazság és igazságosság, valamilyen párt majd ezzel tarolni fog. Természetesen a szocialisták és a kommunisták, mert ott van szocialista párt is és kommunista párt is, bár egytőről fakadnak, a szocialista párt a kommunista pártból kiszakadt rész, az lassanként most már fölzabálja a szülőanyját. Ők természetesen kénytelenek voltak belemenni ebbe a dologba, rendkívül erős nyugati nyomás nehezedett rájuk. Az amerikai nagykövet, az Európai Unió nagykövete ott kilincselt gyakorlatilag folyamatosan az állam vezetésénél, hogy az asztalt verve, hogy itt minél előbb legyen választás. Jelenleg, és beindult persze a propaganda, tehát most majd meglátjuk, hogy a felmérések mit fognak mutatni. Én azt tudom mondani, hogy a moldovai választás azért érdemes figyelni nekünk magyaroknak, vagy azért is, mert én ezt főpróbájának látom a 2022-es választásnak. Miért is? Azért, mert itt most meg, ha külföldi segítség is érkezik majd. Mennyire demokratikus dolog az, hogy külföldi segítség egy ország belügyeinél, egy választásnál? Hát nem a külföldiek fogják a jogrendet megélni, a kenyeret kifizetni és a tejet megvásárolni. Nem, de vannak érdekeik, tehát szeretne kenyeret és tejet vásárolni. Adnak eredmény, és több kenyeret és több tejet tud vásárolni, hogyha így vagy úgy alakulnak a választások. Ez egy nagyon jó példa volt, igen, ezért szoktak, hogy demokratikus vagy nem, erre azt mondom, hogy számít. Hát az ott élő embereknek azért... Ja, az igen, az igen, fontos. Az igen, persze, de úgy politikailag. Tehát a politik, akik ilyesmit csinálnak, azoknak számít, mert ha számítanak, akkor nem csinálnak. Na de ez az écesgéberség, tehát kintről beszólni a pályára, hogy focizzanak, amikor ők lehet, hogy nem is értenek a focihoz. Igen, és hát látjuk ezeknek a tragédiák, hogy milyen tragédiák szoktak ebből lenni, mert azt világossá kell tenni mindenki számára. Ha hatalomra is segítenek valakit, azt a hatalmat gyakorolni kell. Most vagy tolba mondanak minden egyes döntést, és abból előbb-utóbb káosz lesz, mert sok döntés van. Pontosabban sok fajta döntés. Mert egy dolog, hogy kikényszerítünk egy eredményt, de ezt a kikényszerítést sok érdek kényszeríti ki. Abban a pillanatban, amikor maga a kikényszerítés megtörtént, abban a pillanatban az érdekek széttartanak. Kik azok, akik ki akarnak kényszeríteni valami olyan eredményt, amit nem a helyi lakosok akarnak? Hát részben, tehát itt lehet. Vannak a gazdasági nyerészkedők, akik szereznek jó üzleteket, kigolyóznak másokat bizonyos üzletekből, más hozza majd a palackos vizet, mint aki eddig hozta palackozott vizet. Vannak a politikai nyerészkedők, akik számára ez egy trófea. Föl tudják tenni a falra, ezt is megszereztük. Ez is egy motiváció, ezt ne hagyjuk. Tehát elképzelhető, hogy a választások után részben kiárusítják Moldovát? Hát igen, igen, és bizonyos mértékig ez Moldova nem elég erős ahhoz, hogy ezt megakadályozza. Igen, most a kérdés az, hogy ki. Tehát Moldova jelen állapotában igazából, és a jelenlegi politikai garnitúrájával
gyakorlatilag most arról kell döntsön, hogy ki az, aki... Kiknek szurkolunk mi magyarok Moldovába? Milyenek a mi kapcsolataink? Magyarország jó helyzetben volt, és talán van is, ugyanis nagyon jól ismerte a területet, és ilyen szempontból nem volt veszélyes ellenfél a moldovai közösség nagyobb része számára. Ugyanakkor a román politika és a politikai vezetők rendkívül agresszív támadásokat indítottak Magyarország ellen ott. Tehát ott is külön kell választani, két nagy, vagy nem, van egy nagy csoport, a moldovai államiságot megőrizni akaró csoport, ez a többség, a döntő többség, és egy bizonytalan méretű csoport, amelyik felszámolná Moldova államiságát, és beolvasztaná Romániába. Ezek a csoportok, ez az utóbbi csoport a választásokon meglehetősen gyengén muzsikált. Tehát legutóbb összesen 3 vagy 4 ilyen párt indult, összesen nem értek el 5%-ot. Egyik sem jutott be a parlamentbe. Most azt mutatják a felmérések, és ez egy külön történet, amit mondtam, az irányított felmérések játszma, amikor felépítünk egy eredményt, ami aztán, ha nem történik meg, kimehetünk tüntetni, hogy na ugye, vagyis ugye, hogy csalás volt, mert nem az volt, amit a felmérések mutattak. De ez maga az eredmény felfújt. Lehet. Majd meglátjuk, hogy most mi, mert a legutóbbi felmérésekben 40-45%-osra mutatták az unionizmus támogató moldovaiak arányát, ami meglehetősen nagy változás. Jó, az unionizmus és az unionista pártok közötti támogatás eddig is nagy volt, tehát a pártok nem értek el 5%-ot, meg hiteltelenek voltak. Maga az unionizmus gondolata, tehát a beolvadás, mert ez beolvadás nem pedig egyesülés lenne, ez legyen megint világos. Magyarországon vannak ilyen félreértések, hogy hát majd a gagauz autonómia milyen jó lesz a székelyeknek. Nem lesz gagauz autonómia, mert Moldova nem összefésülik majd a két alkotmányt, hanem Moldova átveszi románi alkotmányát, amiben nincs autonómia, tehát gagauziának sem lesz. És a maga a támogatottság az olyan 25-30%-a volt az unionizmusnak. Tehát volt egy ilyen 5-10 perc. Meglátjuk. Én magyarként azt mondom, hogy ne az unionisták győzzenek. Szurkolunk, és még a választások előtt a témára visszatérünk. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Pászkán Zsolt Románia szakértőt látták és hallották. A pontos idő 8 óra, tehát következik az én zsidó szemüvegemen keresztül egy általam vélt objektív híradó, akinek építő jellegű véleménye van, ne tartsa vissza, ragadjon tasztatúrát, vagy tollat, vagy telefont, és segítsen nekünk, hogy még objektívebbek legyünk. A híradó után jövünk vissza, tartsanak velünk!